Az ankéton elsőként Tálai András a klub elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, együttesünk nem jutott az eger sorsára, és bebizonyították, hogy egy kis csapatnál is lehetnek rendezettek a pénzügyek, ráadásul sikerült egy ütőképes csapatot kialakítani. Fontos cél, hogy a tavaszi mérkőzéseken elérjék a 3000 átlagnéző számot. Ez nem lehetetlen, hiszen többek között a DVTK, a Ferencváros, a Videóton és az újpesti is mezőkövesre látogat, ezért több közönségvonzó összecsapást is rendeznek tavasszal. Weber György vezetőedző az őszi szereplés mellett a tavaszi szezon céljait ecsetelte. A szakember kiemelte az idény elején hullámzóan, míg a szezon végén jól teljesítettek, így összességében jó helyzetből várhatták az idényt. A téli felkészülésről elmondta, hogy az eltervezett munkát elvégezték, de a felkészülés sikerét a tétmérkőzéseken elért eredmények fogják minősíteni. Az új játékosokkal időben megegyeztek, ennek köszönhetően a csapat tagjai végig együtt tudtak dolgozni az elmúlt hetekben. Weber György hozzátette, kiegyensúlyozott, stabil teljesítményt vár a tavaszi szezonban, és bízik benne, hogy labdarúgóink az idő előre haladtával egyre jobb játékot produkálnak. Weber György ezután bemutatta az új játékosokat. A szurkolók közül többen is dicsérték a csapat diósgyőr elleni szereplését, melyel nagy örömet szereztek a kövesdi sport szeretőknek. Volt olyan drukker, aki a kevés média szereplést tette szóvá, miszerint a megyei labban a diósgyőr jóval nagyobb teret kap. A szurkolók azt is kérték, hogy a csapat tagjai a mérkőzések végén menjenek ki a drukkerekhez pacsizni. Tálo András a pálya további fejlesztéséről elmondta, hogy az utolsó hazai bajnoki mérkőzést követően folytatódhat a stadion építése, így ezután kezdődhet meg a játéktér eltolása és a Széchenyi út felőli lelátó építése. Az ehhez szükséges anyagi háttér rendelkezésre fog állni, illetve a TAO pénzekből is fordítanak majd erre a célra. A 2015-ös szezonban egy új, az eddiginél lényegesen modernebb eredményjelző készüléket is vásárolnak, és lesznek további kisebb átalakítások is. Tálai András klubelnök a beléptető rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy az MLS építi ki, melynek telepítését az első mérkőzés előtt végezték el. A kivitelezéssel megbízott cégnek két hét alatt kellett kiépítenie a rendszert az összes stadionban. Bocsi Anna, a klub ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a bajnoki mérkőzésekre szóló jegyeket interneten is meg lehet vásárolni, és otthon ki lehet nyomtatni. Az első hazai mérkőzésre az internetes rendszert építették ki a stadionban, viszont az Újpest elleni kiemelt kockázatónak minősített összecsapáson egy mobil beléptető rendszert és kamerákat is be fognak üzemelni. Március 16-án az Újpest ellen már csak kizárólag névre szóló bilitákkal lehet belépni a stadionba. A későbbiekben bevezetik a szurkolói kártyát, melyel még gyorsabban be lehet majd jutni a lelátókra. A szurkolói ankitról bővebben városunk honlapján a mezőköves.hu oldalon olvashatnak.